Már javában tart az Iceman nyíregyházi telephelyének bővítése. A 7700 négyzetméteres csarnok teljes szerkezete áll, az építés várhatóan május végén befejeződik. A fejlesztésnek köszönhetően a fröccsöntő üzemet bővítik néhány géppel, illetve új gyártósorokat telepítenek, ezek is még az év végén fejeződnek be. Az Iceman autóipari beszállító cég gyárában főleg sebességváltó markolatok és gombok, valamint a hozzájuk tartozó szoknyák, kisebb burkolati elemek és légzsáktartók is készülnek. Az első számú vevőkörük a prémium német autóipar, de angol, francia és az olasz márkáknak is szállítanak. Árbevételük évről évre nő, a jelenlegi gyárat pedig már kinőtték. Így ezért és az új tervek megvalósítása érdekében bővülnek Nyíregyházán. Ezek a jelenlegi profilunkhoz hasonló, de inkább a váltógombok mellett, inkább a burkolati elemek, az autó belső terében lévő egyéb burkolati elemek erősödnek, vagy a mi profilunkban ezeknek a hangsúlya nő, és ezek például légzsáktakarók, vagy díszlécek, bőrözök díszlécek. Akár a létszámot, akár az éves forgalmat, akár árbevételt vizsgálunk. Az Iceman folyamatosan felfelé ívelő pályán van már 22 éve hazánkban. 1997-ben még csak néhány tucat ember egy pár terméket gyártott. 2006-ban 300-an dolgoztak a cégnél Nyíregyházán, és 16 millió eurós éves forgalommal működtek. 2018-ban a dolgozói létszám már elérte a 700-at. Az éves forgalom pedig sokszorosára, összesen 23 milliárd forintosra nőtt. A 2 milliárd forintos beruházást valamivel több mint 550 millió forinttal a magyar állam támogatja, másfél milliárd forint pedig saját forrás. A fejlesztés munkahelyteremtő is lesz, 140 új kollégát keresnek majd. Főleg fizikai dolgozók, operátor munkakörbe, bőröző, bőrtermékkészítő, varrók, varrónők és néhány mérnököt keresünk. A cégnek sikerült átívelni és egyensúlyba hozni a magyar és német munkakultúra közötti különbségeket is az elmúlt évek alatt. Kreativitásban korábban sem voltak hátrányban a magyarok, de a dolgozók precizitását és pontosságát javítani kellett. A nyíregyházi gyár az egész Iceman csoportnak az oktató és tréning központja, a gyárszervezés tekintetében pedig elismerten az egyik legjobb leányvállalat. Ezt különböző belső és külső európai díjak is mutatják. A 2019-es évre 25 milliárd forintos árbevétellel terveznek, 2021-2022-re pedig a 31-32 milliárd forintot szeretnék elérni Nyíregyházán.